Koncentráció, feszültség. Így indult útjára az a megyei szintű angol nyelvi országismereti verseny, amelyet az Eötvös Iskola szervezett november 14-én. A programot hosszú évek óta hagyományosan megtartják az intézményben. A rendezvényre több településről, több Hajdú-Bihar megyei településről is érkeztek hetedikesek és nyolcadikosok. Focus and Britain, tehát azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak a kultúrájával és egyáltalán magával ezzel foglalkozik ez a verseny. Több mint 10 éve rendezzük meg városi szinten a 7.-8. osztályos gyerekeknek, és ez a második olyan alkalom, ahol megyei szintű versengés folyik. Úgyhogy így Hajdúböszörmény, Debrecen, Hajdúszoboszló, mondjuk Józsa, aztán Hajdúnánás városából is érkeztek versenyzők. Összesen 14 csapat, tehát most jelen pillanatban 56 gyerek fogja összemérni a tudását. A kultúra, a földrajza, a történelme, lakossága, tehát minden, ami az Egyesült Királysággal kapcsolatos, tehát nem konkrétan tananyag, meg angol szó ismereti, hanem ez egy teljesen komplex vetékedő erről a témáról. Azt gondolom, az Eötvös Iskola, amióta két a nyelvű, pláne testhez álló tulajdonképp ez a fajta megmérettetés, de valóban, mint itt elhangzott, ennek már hagyománya is van tulajdonképp itt az intézmény. Igen, tehát ez, tehát valószínűleg ez a verseny, meg láthatjuk is, hogy ez a verseny komplexebb, tehát itt igazából tényleg a talpraesettség, a nyelvismeret nagyon fontos, aztán maga, hogy ki mely csapat hogy tudja magát előadni, tehát mennyire tényleg a hétköznapokban tudják használni a nyelvet. Azon kívül természetesen mit tudnak az Egyesült Királyságról. Nyilván, ha már egy ilyen angol és országismereti versenyről van szó, akkor szót kell ejtsünk arról is, hogy az intézményben néhány évvel ezelőtt indult a kétannyelvű képzés. Ennek egyelőre, most 2019-ben milyen tapasztalatairól tud a igazgató úr beszámolni? Nagyon gyerekcipőben van még, hisz jelen pillanatban harmadikosok a gyerekeink. Az biztosan látszik, hogy aki egy területen tehetséges, azt a többi területre is be tudjuk vonni. Azt el kell mondanom, hogy, és meg is néztük, hogy a jelenleg kétanyelvű csoportba járó gyerekek mind művészeti iskolások, nagyon sokan sportolnak, tehát szokták mondani, hogy mindig a terhelés alatt nő a pálma, tehát ez nagyon-nagyon igaz a mi gyerekeinkre. És szeretik, nagyon jól haladnak, a visszajelzések tényleg a kollégáktól az, hogy jelen pillanatban a harmadikosok már egy olyan hatodikos, hetedikes gyerekkel is felvehetik a versenyt szókincsben, bátorságban, tehát ők már ebbe beleszületnek, így is lehet mondani egy kicsit.